A városi cégek vezetői az egyik oldalon, önkormányzati képviselők a másikon, a pécsi közgyűlési teremben kedden. A gazdasági társaságok első féléves eredményeiről tartottak beszámolót a költségvetési és a pénzügyi bizottság közösülésén. Én úgy látom, hogy a cégek jól működnek és a céloknak megfelelően teljesítenek. Nyilván a neheze most fog jönni, hiszen az energiaválság igazából most kezdődik a fűtési szezonnal, de ahogy látjuk, a cégek felkészültek és mindent megtesznek annak érdekében, hogy kezeljék a helyzetet. A baloldali bizottsági elnök elégedett az új vásárcsarnok működtetésével is, amit a pécsi vagyonhasznosító végez. Nagyon örömünkre szolgál az, hogy azt látjuk, hogy többen vásárolnak az új vásárcsarnokban, tehát növekedett a vásárlói létszám, a bérlők elégedettek, és azt is látjuk, hogy majdnem tele van a vásárcsarnok bérlőkkel, tehát ma elhangzott, hogy összesen 2 hely üres, ezek közül egy tárgyalás alatt áll, tehát várhatóan már csak egy marad üresen, az asztalok pedig szintén majdnem tele vannak. Éppen a vagyonhasznosító beszámolóját nem fogadta el a másik bizottság. A jobboldali elnök azt mondja, hiába van 140 milliós eredménye a cégnek, valójában nincs jó helyzetben. Az igazgató úr elmondta, hogy azért az energiaárak, illetve a cég meglévő hiteleinek a kamatemelkedése miatt jelentős kihívások elé néz a cég, ezért is érthetetlen, hogy a városvezetés elvárja tőlük, hogy 1 milliárd forintot fizessenek ki, és ezzel mentsék meg gyakorlatilag a Tettye forrásházat. Ez egy ilyen látszatintézkedés nyilván, az önkormányzat egyik cégének a zsebéből pénzt rak át a másikba. Ennek ellenére mégis sikerült prémiumokat osztani a vezetőknek. Összesen 7 kaptak több milliós jutalmat, mondja a bizottsági elnök. Megtudtuk azt, hogy mintegy 41 millió forintnyi prémiumot fog kifizetni a cég a felső vezetésnek. Hát ezek azok a tételek, ami miatt magunk részéről nem tudtuk támogatni a beszámolót, de nem csak mi voltunk így vele, hanem még a városvezető koalíció egyes képviselője is tartózkodott, tehát összességében a mi bizottságunk az nem fogadta el, leszavazta ezt a beszámolót. Csizmadia Péter azt mondja, nem értettek egyet azzal, hogy miközben a spórolásról beszélnek az önkormányzaton, mégis kifizetnek 40 milliós prémiumot a vezetőknek, illetve azzal sem értenek egyet, hogy pénzügyi trükkökkel próbálják az egyik városi céget életben tartani a másikkal.